Nagy a forgalom a rakamazi Rákóczi úton. A sok autó miatt már töredezett az aszfalt, és a patka is elrongálódott. Ráfér a felújítás, amelyre az önkormányzat a belügyminisztérium pályázatán nyert 20 millió forintot. Nem csak ez az utca, de a Bui út is megújulhat. Utóbbi a Magyar Falu program 40 milliós támogatásából. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése mellett nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztés. Örömmel mondom, hogy mind a BMS forrásból, mind pedig a Magyar Falu program keretében jelenleg két nyertes pályázatunk van. Itt a kivitelező kiválasztása folyik. Mind a kettő út fejlesztés. Az egyik, a BMS forrás, az egy 20 millió forintos beruházás lesz. Önerőt biztosítani kell, mert 85%-os a pályázati támogatás intenzitása. Magyar Falu program keretében 40 millió forintot nyert Rakamaz város önkormányzata, ott viszont 100%-os a támogatás intenzitása. A Tokaji híd korszerűsítése és a Tiszapart fejlesztése is jelentősen hozzájárul a környék fejlődéséhez. Mivel Rakamaz is része a Tokaji Nyíregyháza kiemelt turisztikai térségnek, kormányzati forrásra is számíthat a település a további beruházásaihoz. Kiemelt turisztikai övezet a Tokaj Nyíregyháza közötti terület, így Rakamazi Tiszapart is. Megtalálható a Tiszaparton jelenleg is egy turisztikai attrakció, ami fogadja a látogatókat, és bátran, szívesen, jóházigazdaként invitálok mindenkit a látogatóközpontba, egy nagy technikus látogatóközpontba, ahol jelenleg is egy 10. századi kiállítás látható, tehát ami Rakamaznak a múltját, a történetét mutatja be. Ennek a továbbfejlesztése, illetőleg más attrakciókkal történő ellátása fog a közeljövőben megtörténni, hiszen én azt vallom, hogy mindent meg kell tenni a turistákért, minél többet lássanak, minél többet ismerjenek meg erről a térségről, és úgy, hogy egyik településnek a másik településhez a turisztikai attrakciója kapcsolódjon, de mégis mást mutasson, ezáltal többet tudunk nyújtani. A településen nemrég adták át, szintén a Magyar Falu program 40 millió forintos támogatásával az egészségházat. A 700 négyzetméteres épületben a házi orvosi és fogorvosi rendelők mellett a védőnői szolgálat is és a központi ügyelet is helyet kapott.